Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy-nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves zarándoklókat, főtisztelendő atyákat. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm szépen. És köszönöm mindazoknak a szolgálatát, akik a mai naphoz így sokat dolgoztak, nem ma kezdődött ez az előkészítés, és köszönöm azoknak, akik a hosszabb utakat vállalták, a rövidebbre elszánták magukat, hogy megérkezzünk. És ennyit kell most, érkezzünk meg. Főtisztelendő püspök atya, az egybegyűlt zarándokok nevében is szeretettel köszöntjük Magyarország egyetlen Szentvér kegyhelyén, ahol 670 évvel ezelőtt egy eukarisztikus csoda történt. Jézus az oltári szentségben megmutatta itt ezen a helyen az ő szent testének és vérének valóságát. Nemrég ért véget Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, amely mindnyájunknak nem csak lelki élményt jelentett, de meg is erősítette a hitünket a legméltóságosabb oltári szentségben. Ez a bátai kegyhelynek a feladata is. Felmutatni, fenntartani és erősíteni az eukarisztiába vetett hitet, figyelmünket Isten végtelen szeretetére és irgalmára, Jézus kereszt áldozatára, értünk kiontott drága vérére, irányítani és az oltári szentségre. Ez szolgálja a mai zarándoklat is, különösen amikor most ezt a magyar családokért ajánljuk fel. Püspök úr, megyés püspökként először vesz most részt ilyen zarándoklaton, egyházmegyei zarándoklaton. Kérjük, hogy ennek a napnak méltó lezárásaként mutassa be az ünnepi szentmisét. Nagyon köszönöm. Megérkezve, csak annyi, hogy átvegyük, elfogadjuk azt az ajándékot, amit az életünk egy-egy csendes pontján Isten szeretne nekünk átadni. Mindenki hozta maga útját, maga zarándok életét, a maga keresztjét. Próbáljunk szabaddá válni, félretenni mindent, ami zavarja, akadályozza, nehezíti, hogy az Istennel találkozzak. Róla és rólam van szó. Ő akarja ezt a találkozást. Ezért hívott mindenkit ide. Igent mondtam. Ez most fontos, hogy akkor, ha már eljöttem, ha már az útra igent mondtam, akkor a találkozásban őszinte, szabad, nyitott legyek. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk.
magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségére. Könyörögjünk. Istenünk, te egyszülötted drága vére árán minden embert megváltottál. Őrizd meg bennünk irgalmad művét, hogy üdvösségünk misztériumát szüntelenül ünnepelve, annak gyümölcseiben is részesedjünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A gonoszok így beszélnek az igaz emberről. Lássuk hát, igazak-e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut. Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kell, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta, ő Isten oltalmába részesül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Istenem, szent nevedért védj meg engem, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Halld meg könyörgésemet, Istenem, hajlítsd füledet ajkam szavára. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Mert idegenek keltek föl ellenem, a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Isten szemük előtt. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Szent Lecke, Szent Jakab leveléből. Szeretteim, ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van, és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny,
irgalom tölti el, és gazdag termést hoz. Nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nem, de onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban. Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, 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 alleluja. Az evangéliumban Isten meghívott minket, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán, de Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás között arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a 12-t, és így szólt: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Főtisztelendő atyák, kedves testvérek, kedves zarándokok, kedves családok! Az evangéliumban egy zarándoklatról hallottunk. Jézus megy az apostolokkal át Galileán, a cél az Jeruzsálem. És útközben nagyon
értékes, mély üzenetet ad át az apostoloknak. Mert ha az Istennel elindulunk, útközben akar mondani, akar a szívünkre beszélni, ahogyan akkor ott az apostoloknak, a tanítványoknak, vagy nagyon sokszor egy-egy ilyen úton. Mi az út? A lelki növekedésnek a lehetősége. Mindig, amikor elindulunk egy ilyen úton, arra kell gondolni, most nekem lehetőségem van lelkileg növekedni. Ha szabad, nyitott, őszinte, jó szívvel vagyok jelen. És ez a növekedés, ez egy belső valóság. De az egész életemet, a kapcsolataimat, a környezetemet, mindent meghatároz. Beszélget velük. Elmondja szívének mélyét. Hogy az ember fiának szenvednie kell, elfogják, megölik, de harmadnapra föltámad. Egyszer már beszélt róla. Ez a mély érzés, ez a mély fájdalom. Majd még a Getsemáni kertben fog ugyanezt történni. Emlékszünk arra, amikor valaki nagyon mélyen mondott valamit? Hogy ez nekem nagyon nehéz az életemben? Vagy nagyon remélem vannak többen idősebbek közül, én is átéltem ezt, amikor valaki azt mondja, rövid időn belül meg fogok halni. Ezt még senkinek nem mondtam ki, de neked megmondom, érzem. Bár úgy tűnik, hogy nem, de a szíve a valóságot mondja. És Jézus ilyen mélyről beszél, mert Jézus nem egy magányos hős. Nem kitűzte magának, hogy majd én produkálok valami különöset. Jézus közösségben, testvériségben, mélységben gondolkodik, akkor is az apostolokkal, a tanítványokkal, és mai nap is. És így jön velünk, ezért beszélget velünk, ezért ül le velünk, ezért hallgat meg bennünket, és ezért tárja föl az élettel, a világgal, az egyházzal és a személyes életünkkel kapcsolatban, ami az ő szívében, az ő szeretetében ott van. És amikor megérkeznek, azt mondja az apostoloknak, hogy miről beszélgettetek az úton. Mert hogy ahhoz képest, amit Jézus elmondott, elég szégyen, amiről beszélgettek. Jézus szenvedésről, halálról beszélt, ők pedig elkezdtek versenyezni, hogy ki a nagyobb közülük. Hogy is van a rangsor ebben a 12-ben? Jöttünk az úton, miről beszélgettünk? Az Istenhez készültem. Egy gyönyörű találkozásra. Hogy leülök itt a Zarándok út végén, és azt mondom, Uram, itt vagyok. Nézz a szemembe, lásd a szívemet. És miről beszélgettünk útközben? Az apostolok hallgattak, csendbe voltak. A szégyen ereje és tüzes kohója rájuk telepedett. Most döbbentek rá. Ez szégyen. Ide készültünk, rá akarunk figyelni, és milyen gagyi világon versenyzünk. Hogy képzeljük, hogy látjuk? De ez a szégyen, ez ajándék. Ez a megtérésnek az ajándéka. A baj ott van, a
aki már nem is tudja szégyelni magát. Aki nem döbben rá, hogy min gondolkodok én? Mit beszéltem? Hát ki, hogy? És szégyellem magam előtt. Aki még soha nem szégyelte magát maga előtt, az nagyon rombolja a világot. Testvéreit, a kapcsolatokat, az emberséget. De ha időnként rám tör ez a belső szégyen, akkor is, ha senki nem hallotta, akkor is, ha csak gondolat volt, akkor lehetőséget kapok az Istentől, hogy újra gondoljam, hogy a jóban, a szépben megerősítsem magamat. És aztán újra leülteti Jézus őket, és elkezd beszélgetni velük. Magyarázza, értsétek meg, erről van szó. És ez a keresztény közösségnek az ereje, ez a családnak, amiért imádkozunk, amiért jöttünk, és ami mindennek alapja, mert nem egy lehetőségünk, hanem az egyetlen lehetőségünk a férfi és nő házasságából született gyermekek nevelésére. És Jézus ott is le akar ülni a családdal, a közösséggel, velünk is kisebb csoportokban le akar ülni, hogy találkozzunk, hogy beszélgessünk. Nagyon sokan már megkapták az üzenetet, hogy az egyházmegyében szeretném a férfiakat leültetni. Megnyugtatom őket, nem a férfiakról van szó, hanem a családról. De csak rajtuk keresztül az ő erejükkel. És akikhez majd eljut ez a hívás, ez az üzenet, kérem, hogy jó szívvel, szeretettel, bátran, férfiasan kapcsolódjanak be. Csak annyit akarok, és annyit szeretnék, hogy üljünk le, találkozzunk, beszélgessünk, figyeljünk egymásra, és hallgassunk Jézusra. Mert van gondolata, van üzenete nekünk, mindnyájunknak külön-külön is, és családjainknak. És ez az a közösség titok, ami megerősít. És miért akar Jézus leültetni? Hogy javítsa a szívünket, ahogy ott az apostolokét, hogy erősítsen a küldetésünkben, a szeretetünkben és a jóságunkban. Ezért vagyunk itt is. Egy picit jobbként kell hazamennünk. Jobb nagyszülőként idősek, jobb anyaként, jobb apaként, jobb papként, mert a holnaptól nem lesz bennem egy jobb érzés, hogy még szebbet, még többet tudok az Istennel kihozni az életemből, akkor nem voltam itt. Eljöttem, körülnéztem, talán tetszett, talán jól éreztem magam, de nem voltam itt. Nem néztem Jézus szemébe, és nem engedtem, hogy megszólítson, hogy megerősítsen, hogy bízzak benne, és bízzak az ő erejében, a rám szabott küldetésben. És utána az evangéliumban ott van, hogy Jézus azt mondja, hogy ki a nagyobb, és ki a kicsi. Nem azt mondja, hogy ne akarj nagyobb lenni, csak azt mondja, vigyázz, ha nagyobb akarsz lenni, akkor vállald a kicsinséget is. És ne ijedj meg tőle, mert nagyon sok dolog nagynak látszik, és jelentéktelen. Nem ér semmit. És nagyon sok kicsinek látszik, és elengedhetetlen, nélkülözhetetlen az emberi méltósághoz, egy család szép életéhez, egy közösség belső gazdagsághoz.
amikor az igazán lényeges, jó és szép a szem láttára, a szemnek láthatatlan, a szív számára viszont láthatóvá válik. Ez a nagyság és kicsinség. És erre biztat az Úr, hogy nehogy megzavarjon bennünket, ami kívülről nagynak látszik, nehogy eltérítsen az, ami kívülről kicsinek látszik, mert a nagy lehet üres, lufi, csak egy gombos tűnyi kell, és eltűnik, és a kicsi lehet óriási, mert megtartó, építő, gazdagító erő van benne. Kedves zarándokok, az egész életünk egy ilyen zarándoklat. Úton vagyunk mindnyájan, és ezen az úton mindig velünk jön az Úr. Mivel töltöm ezt az utat? Miről beszélgetek? Mi foglalkoztat? Mi tölti ki a gondolat és érzésvilágomat? Mindig ott van a szívünkben, hol van a helyem, mi az én sorsom. Mindenki érzi magát gyengének, kicsinnek, de ebben a gyengeségben és kicsinségben ott van az Isten ereje, szeretete és nagysága. Vörös Sándor, ezt a szolgálatot, ezt a kicsinséget, ezt a nagyságot így fogalmazza meg. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is Úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s Uraktól nyüzsög a végtelenség. Mennyei atyánk, könyörgünk hozzád az egész egyházért, különösen Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, hogy a hit
és a szeretet bátor hirdetője és tanúságtevője legyen minden ember számára. Kérünk téged, hallass meg minket! Könyörgünk hozzád, Istenünk, magyar hazánkért, László püspökünkért, a papokért és a diakónusokért, a szerzetesekért és a szent szolgálatban segítő minden munkatársért, hogy őszintén, bátran és felelősségteljesen munkálják a rájuk bízottak üdvösségét. Urunk, hozzád fordulunk a betegekért és szenvedőkért, az úton lévőkért, vándorlókért és mindazokért, akik róluk gondoskodnak. Őket befogadják, hogy mindnyájan nyerjenek tőled oltalmat és kegyelmet, s így békében és egyetértésben éljünk egymással, mindnyájunk javára és a te dicsőségedre. Könyörgünk, Urunk, családjainkért, hogy mindig az evangélium örömét hirdető élő sejtek legyenek egyházadban, az igazi közösség, imádság és a meghittség otthonai. Add, hogy bátran megvalljuk a mai világban a házasság szentségére épülő család szent és sérthetetlen jellegét. Adj erőt a szülőknek és a gyerekeknek a hit hétköznapi megélésére, hogy így minden családban felragyogjon a te csodálatos terved szépsége és végtelen szereteted nagysága. Élünk éve, hallgass meg! Kérünk, add meg Istenünk, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmával kapott lelki gyümölcsök az esemény elmúltával is élők maradjanak, és segítsenek mindnyájunkat szent fiat testének és vérének szent titkát mélyebben tisztelni, az állandó megújulás útját járni, és szeretetedben növekedni. Fohászkodunk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, és minden megholtért, hogy szent fiad vére által megnyíljék számukra a mennyország ajtaja. Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérünk, Urunk, tekints népedre, amelyet a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát. Vállalta a kereszt gyötrelmét, kiontotta szent vérét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Adj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, amikor fölséget szín ellé hozzuk áldozati adományainkat, hadd járuljunk most Jézushoz, az új szövetség közvetítőjéhez, és így újítsuk meg az ő vérének üdvösségszerző kiáradását, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazság. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, és örökül hagyva üdvösségszerző kereszthalálának emlékét, feláldozta önmagát, mint szeplőtelen bárányt, tökéletes, dicsőítő ajándékul neked. E szentséges titok által táplálod és megszenteled hívő népedet, hogy a földkerekségen minden ember az egy hit világosságában éljen, és szeretetben forjon egyé. Egy csodálatos szentség asztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, s egyre jobban magunkra öltsük szent fiadat, Jézus Krisztust. Ezért zengi néked az imádás új énekét, minden élő a mennyben és a földön. Mi pedig az angyalok egész kórusával együtt hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad körül szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, és medd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Üdvözöljön minket neked szentelt örök áldozattát, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhúj testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogad be jóságosan országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Minden szentmisében mondjuk a közös imánkat, amelyen megszólítjuk az Atyát, amelyel a szívünket adjuk, próbáljuk meg nagyon egy szívvel. Azt szeretném kérni, a játszóteresek is most bekapcsolódhatnának a mi atyánk imájába. Együtt mondanánk velük, nem hallják, azért nincsenek itt. Köszönöm szépen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus,
Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretettel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Hirdetem a kedves testvéreknek a szent áldozás rendjét. Elől a püspök atya és két atya fog áldoztatni, és minden szektorhoz a sátorban áldoztató atyák mennek. Figyeljék a népviseleteseket és a sárga zászlókat, ezek jelzik az áldoztatás helyét. Ne tolakodjunk, legyünk türelmesek, mindenkit meg fogunk áldoztatni, aki szent áldozáshoz szeretne járulni. Tehát figyeljük a sárga zászlót és a népviseleteseket, minden szektorban lesz áldoztatás. Teremtőnk, itt jelen vagyunk, ami közben járunk, itt jelen vagyunk, vigasztaló társunk, a Jézus Krisztus. Itt jelen vagyunk, út, igazság, élet, itt jelen vagyunk, a mennyei fölség. Itt jelen vagyunk, fényes világosság, a Jézus Krisztus. Itt jelen vagyunk, váltságunknak napja. Itt jelen vagyunk, bűnünk megrontója. Itt jelen vagyon, szeretetnek lángja, a Jézus Krisztus. Itt jelen vagyon, a mi igazságunk. Itt jelen vagyon, őrizünk oltalmunk. Itt jelen vagyunk, kibátorítunk, a Jézus Krisztus. Adja mi nékünk az ő szent országát, hogy megláthassuk szentséges lakását, angyali karból tiszta szép orcáját és ő szent atyát. Most lett a
Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názáreti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé, és az imádság cenákulamé, az evangélium hiteles iskoláivá, és kicsin család egyházakká. Názáreti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra. És ha valaki megsebesült, vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názáreti szent család, add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérhetetlen jellege, és Isten terve szerinti szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket, és fogadjátok el könyörgésünket. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, az üdvösség ételével és italával tápláltál minket, kérünk, járja át bensünket mindenkor Krisztus vére, és legyen az örök élet forrása számunkra Krisztus, a mi Urunk által. Azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj élünk. Szentjeinkhez még felhívnád, az örök dicsőségnél. Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő szőlőtő,
Emlékezzél bőven omló véredre, amely úgy áradt értünk, mint a szőlőleve a présben. A római katona lándzsájától átszúrt szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szentested, mint elhervadt mirhacsokor függött a kereszten, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg az én szívemet, s bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át. Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya pedig szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a mennyországot, és téged az örök dicsőségben, az ég minden angyalával és szentjeivel dicsérhesselek, és magasztalhassalak az örökké valóságon át. Amen. Kenyeret adtál a mennyből, amely minden gyönyörűséggel teljes. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.